A Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidősport Szövetsége évente mintegy 400 versenyt rendez, amely közel 10 000 fiatalnak kínál mozgási lehetőséget. Csütörtökön Nyíregyházán a zsinórlabda regionális elődöntőjében szabolcsi, borsodi és hajdúsági csapatok léptek pályára. A zsinórlabda az egy nagyon specifikus sportág a Fodisznál, a röplabda szabályain alapul. Talán mindenki emlékszik gyerekkorából, aki nézi ezt a felvételt, hogy talán játszottak ők is zsinórlabdát. Nincs nagy különbség, nem ütni kell a labdát, hanem elkapni és átdobni. Bizonyos apró különbségek vannak, ugye, mert itt felmerülhet olyan, mint például a kosárlabdában, hogy lépés, stb. A röplabdában nem fordulhat elő. Tehát némiképp speciális szabályokkal, de alapvetően röplabda felkészítő sportágról beszélünk. Ami itt azért fontos, mert a fogyatékos gyerekek, főleg az értelmileg akadályozottak, a röplabda szabályait nehezen tudják megtanulni, elsajátítani, ezért a zsinórlabda egy sokkal könnyebb sportág számukra, amit ők is el tudnak végezni. A Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület elnöke elmondta, hogy a fogyatékosok sportja szerves részét képezi a megyei diáksportjának. Nagyon fontos, hogy ők megtalálják azt a sportolási lehetőséget a diáksport mozgalom keretein belül, ahol ki tudnak teljesedni, ahol meg tudják mutatni magukat, és a saját közösségeiken belül is át tudják érezni azt a sportélményt és azt a közösségi élményt, amely azt hiszem, hogy az egyéni fejlődésükhez, az egyéni fejlesztésükhez is nagyon szükséges és elengedhetetlen. A tornát a nyíregyházi Bárci csapata nyerte a Sárospataki egymi együttes előtt. A két gárda bejutott a február végi Székesfehérvári országos döntőbe.